Sziasztok, Kressi Gyomac! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és most azt fogom nektek bemutatni, hogy milyen katonák találhatók a játékban, és hogy mit tudnak, mit éri meg velük csinálni, mire jók, stb. Nos, akkor ennyiből vágjunk is bele. A játékban, illetve nem csak a katonák, milyen katonák és spellek találhatók a játékban, ugyanis fölösleges lenne erről kettő videót csinálni, szóval milyen katonák és spellek vannak a játékban. Szóval mindarán spellekből és katonákból is kétféle nyersanyagból gazdálkodhatunk, amiből készíthetünk ilyen egységeket, valamint varázslatokat. Az egyik az elixir, ami ugye a jobb felső sarokban a másik nyersanyag, valamint a dark elixir, ami Town Hall 7-es szintől érhető el. És most jelenleg a Town Hall 10-es akkommal fogom bemutatni nektek a katonákat, ugyanis Town Hall 10 nél már elérhető az összes katona, úgyhogy szerintem vágjunk is bele, valamint még egyetlen egy katonát nem tudok nektek bemutatni, ugyanis nem még jött ki a frissítés, és csak most fejlesztem a barakkomat, szóval még ezt a katonát 100%-ban nem tudom bemutatni nektek, viszont úgy gondoltam, hogy elmondok róla mindent, amit nagyjából tudni lehet, és a leírásban pedig elhelyezek videólinkeket, ahol mindenféle egységről találhatok videókat, hogyan használjuk, stb. Illetve mindenkihez egyet, hogy lássatok, hogy hogyan működik, de a többit azt nagyjából elmondom. Szóval ez szerintem amondó vagyok, kezdjük a katonákkal és valamint az elixíres katonákkal. Nos, elixíres katonákból a játék eleje óta 10 darab van, és ugyanez a 10, a sorrendet picit változtatgatták, hogy miért azt pontosan nem tudom, de láthatjátok, hogy már a goblin kivételével az összes elixíres katona maxos. Szóval kezdjük is, nem akarok barbárt csinálni, kezdjük is a barbárral, ez az az egység, ami legelőször van nálunk, nekünk ez a legalapabb katona, ugye a barbár van egy kardja, oda megy valakihez, és elkezdi ütögetni és leüti, vagy sebez bele. Ez a katona leginkább a farmoláshoz jó, tehát a barcs stratégiához, tehát a barbár archer, valamint a gibarcs, tehát a barbár a farmolási stratégiáknak az egyik alkotó eleme, szóval nagyon-nagyon fontos fejleszteni, kisebb szinteken még a barbárt is az átcsérteni meg a leghamarabb fejleszteni, viszont nagyobb szinteken, ahol már Clan War-ra koncentrálunk, először nem ezeket kell fejleszteni, viszont nagyon fontos őket fejleszteni, és a farmolásunkat megkönnyítik, többet sebeznek, erősebbek, stb. És itt láthatjátok ugye a maxos barbárnak az adatait. Ugye egyszer egy ember tud ütni, egy dolgot tud ütni, egy helyet foglal, és 20 másodperc elkészülnie. És mindenre megy. Itt nagyjából a barbáron nem egy bonyolult katona, nem kell túl komplikálni a dolgokat vele kapcsolatban. A második katonánk az Archer, ami igazából ugyanaz, mint a barbár, csak kicsit kevesebb élete van, viszont ugye egy nyila van, egy íja van, és ezzel ugye át tud lőni a falon, valamint messzebbre tud lőni. Ez is a farmálási stratégiák alapja, valamint ez már 500 elixírbe kerül darabja, ugyanúgy egy helyet foglal, és ez már tud légi katonákat is lőni. Szóval a farmoláshoz nem csak barbár, hanem archer is szükségünk lesz. Szóval az archereket szokták használni tisztításra, például ilyen külső épületek leszedésére, amihogy nem éri el semmi, amire ugye a barbár alkalmatlan lenne. És igazániból ugye 25-öt sebez, míg a barbár 30-at, szóval egy picivel kevesebbet sebez, kevesebb az élete is, viszont át tud lőni a falon, és tud levegőben is lőni, és távolság. Katona 25 másodperc, és szintén egy helyet foglal, tehát hogy őt is ugyanúgy, mint a barbárt, ugyanúgy fejlesztétek nagyjából, tehát hogy ő is ugye egy farmolós katona. Nos, jön a Giant, ami egy nagyon-nagyon-nagyon fontos egység a játékban, főleg a játék elején. A játék elején a Giant-et ér meg a legelőször fejleszteni, ugyanis ez az első olyan egység, aminek a kedvenc ellensége a védekező egységek, szóval a védekező egységekre megy. És ez azt jelenti, hogy mindenkit, a legközelebb minden béke, hogy a legközelebb védekező egységre rámegy, és sok élete van, és nem sebez olyan keveset. Szóval egész jól sebez, viszont egyszer egyet, és viszont 5 helyet foglal, és 2 perc elkészülni. Szóval láthatjátok, hogy már nem ilyen 100 élete van meg hasonló, hanem 1100 a maxosnak, és 50-et sebez, ami többet sebez, több élete van, több elixírbe kerül, viszont több helyet is foglal, és ugye ez csak földi katonákat tud lőni.
A játék elején nagyon-nagyon fontos fejleszteni, és ez is a játék későbbi részében, ugye a játék elején még Clan Warban is támadunk Giant-tel, G-Barch-sal, Giant Healer, stb. Viszont a játék vége felé ez a Giant átkerül a farmolás szekcióba, tehát a játék vége felé, amikor megjelenik a Golem, akkor a Giant-et teljesen kiüti. Tehát akkor egy Giant elkerül a farmoló szekcióba teljesen, viszont néha a Clan Warban szoktak olyanokat csinálni, hogy mondjuk egy single target inferno ellen mennek, golemek sereggel, viszont félnek a single target inferno, ezért visznek pár Giantet. Ugye a Gianteket egyesével szedi le a single inferno, viszont ennyi. És ez is elég ritkán fordul elő, előfordulhat, de ugye a játék végén de teljesen átkerül a farmolós szekcióba a Giant. Nos, Goblin. Igazándiból a Goblin az az egység, amit ha nem fejlesztetek, semmi probléma. Ugyanis talán elixíres katonából, sőt biztos szerintem ez a leghaszontalanabb. A 7-es szintű TH10-től elérhető, a 6-os már 9-től, ezt most változtatták meg. Igazándiból ez egy olyan katona, amit... ha használsz, nagyon szereted, viszont nagyon sokan nem használják, megelékeznek a sima barcsa, ez szintén egy farmoló katona, ugyanis csak és kizárólag a nyersanyagra megy, viszont kétszeres sebzést nyomat, tehát hogy kétszer annyi sebb ez a nyersanyag épületekbe, és ugye csak azokra megy, 150 elixirbe kerül, nincs sok élete, viszont 42-t sebez, ami alapból nem rossz, a 6-os szintű. Viszont kétszer annyi, tehát 80-at sebez a nyersanyag épületekre, és ugye csak azokra megy, tehát olyan, mintha alapból kétszer ennyi sebzése lenne, mint ami ennyi ide van írva. És ugyanúgy egy helyet foglal, viszont ugye a védekezettségek nagyon-nagyon egyszerűen ki tudják lőni. Nos, igazából sok farmási stratégiához lehet használni. Én annyira nem szoktam, de... de nyugodtan próbáljátok ki, és hogyha tetszik, akkor használjátok, viszont ha nem fejlesztitek, akkor se lesz világvége, a barcs az mindig ott lesz. Szóval, Wallbreaker. Akármennyire hiszitek, ha nincs Wallbreaker a játékban, akkor halál lenne. Viszont ezek azok a katonák, amik a legbutábbak, hülyébbek tudnak lenni, ugyanis hát nem mindig oda mennek, ahova kéne. Szóval mi is ez a Wallbreaker? Ez a faltörő, magyarra fordítva nagyjából, 60-at sebzése, 54 élete van, 3500-ba kerül és két helyet foglal, viszont ez a 60 sebzés, ez a falakra ez semmi, viszont a falakra 40-szeres sebzése van. Tehát 60x40, tehát 2400-at sebez egy 6-os Wallbreaker egy falra. Ami azért nem rossz, éppen ez is, ezért is szükséges minden egyes stratégiához Wallbreaker, tehát kulcsfontosságú Wallbreakereket vinni és fejleszteni, de ez is egy olyan katona, amit nem egyből Town Hall lépés után fejleszünk, viszont ha nem fejleszünk, akkor sokáig, akkor nagyon megszívjuk. Tehát fejlesztitek, és ugye a 2 perc az elkészülés ideje, és természetesen csak falakra megy, úgyhogy, hát igen, vannak ilyen olyan emberek, akik csak Wallbreakerrel szoktak támadni, igazából nem mondanám azt, hogy ez minden támadás, jaj, tehát hogy minden támadás alapja, de minden támadáshoz szükséges, de nem az alapja a támadásnak. Szóval az egyik kedvenc katonám, amit igazából Town Hall talán 3-tól vagy 4-től már elérhető. Talán 4-től inkább csak. Viszont ott is lehet vele Clan Warban támadni a 2-es, 3-as balunnal, CC6-os balunnal. Nagyon-nagyon erős, tényleg a kisebb szinteken is, viszont TH9-ről, ahogy elérhető a 6-os szintű, a 3 csillagozáshoz az egyik legalapabb katona, tehát a Golevához, a Levahounthoz, ugye a távol 9 elérhető, erre majd később, szükségünk van balónokra, amik csak a védekezettségekre menjek, területi sebzése van, csak a földire sebez, 162-t sebez egy dobással, az élete 500 és 4500-ba kerül, az nem sok, viszont 8 perc elkészülni és 5 helyet foglal, viszont nagyon-nagyon fontos a 3 csillagozáshoz, hogyha nem tudod hoggal leverni, hoggal akkor golevával kell támadni, és nagyon-nagyon-nagyon fontos, igazából szerintem ez az a katona, ami leginkább a 3 csillagozáshoz szükséges. Mondjuk Level Unionnál szoktak 2 csillagozni, viszont mostanában az már eléggé ritka. TH9-en mindenféleképpen ez a lényeg kell fejleszteni. Nos, jöhet a Wizard, ami a játék elején TH5-től elérhető, ha jól emlékszem, és a játék elején annyira még nem erős, viszont 6-os szinten, ha megnézitek, 180-at sebez.
és kevés élete van, viszont 180-at sebez egy ilyen kis fújással. Mindenre megy, és területi sebzése van, ami nagyon fontos, tehát, hogy nem tudom, 10 archer egy helyben van, bum, wizard, az összes archer meghalt, és földit és légit is tud, 4 helyet foglal, 8 perc, 16-tal megy. Igazániból, a wizard, tehát a varázsló önmagában meghal. Tehát kell elé valami, ami tankol neki, és a varázsló hátulról nagyon-nagyon sokat sebez. Őszintén szólva, szerintem ez felváltja a G-barcsot, Clan Warman GV-re. Tehát, hogy a giantek tankolnak, wizardok hátulról nagyon-nagyon sokat damage-elnek, és boom. Tehát, hogy a giantek gólemek, ugye később a gólemek mögé kell a wizard, nagyon-nagyon-nagyon fontos katona. Nagyon fontos. Következzen a healer, ami igazániból TA6-nál elérhető először, és ott nagyon-nagyon fontos katona, ugyanis ez egy ez egyetlen támogató egység a játékban, azt hiszem, ami igazából nem tud támadni. Szóval, 71 élete van, 71-et healer, bocsánat, 1100 élete van, és 10.000 elixírbe kerül, bármi a kedvence, területét, tehát hogyha több területen van valami, akkor azokat tudja healelni, csak a földiket tudja healelni, kicsit random, de 14 helyet foglal, 15 perc még elkészül, és 16-tal megy. Ugye a játék elején Townhall, jó, nem a legelején, de Townhall 6-nál ugye nyer értelmet a Giant Healer stratégia, ami nagyon-nagyon OP, majd TH7-nél egy kis szünet, TH8-nál egy kis szünet, majd TH9 és fölötte a Queen Walk-nak az alapja. Tehát szintén a három csillagozáshoz van a Queen Walkhoz a healer, és ugye támolhatnál is a Giant Healer az inkább egy három csillagozó stratégia. Szóval a healer is inkább egy ilyen segítő katona. Támolhatnál nagyon imádni fogjátok, szóval fejleszétek. Elég király dolog a healer őszintén szólva. Nos, következik a sárkány KHT kedvenc katonája. Nos, ez az a katona, ami Townhall 7-nél érhető el. 7-nél nagyon fontos. 8-nál nagyon fontos. 9-nél nehéz használni, de nagyon jó tud lenni. 10-nél két csillagozáshoz tökéletes, 11-nél két csillagozáshoz tökéletes. Két csillagozáshoz mindig tökéletes, viszont 7-8-nál 3 csillagozni lehet vele. Nem is olyan bonyolultan, 9-nél is lehet, az már bonyolult, 10-nél is lehet, meg 11-nél, az is már bonyolult, de akkor nézzük is a sárkányt, 220-at sebez, ami sok, 2700 élete van, természetesen repül, mert sárkány, 42.000 elixir a maxos, ami sok, őszintén szólva, mindent szeret, területi sebzése van, földit és légit is tudni, 20 helyet foglal, fél óra még elkészül, és 16-tal megy. Szóval hát sárkánya ne próbáljatok meg farmolni, ez egy Clan War katona. Nagyon-nagyon fontos a Clan Warhoz. És végül szerintem a leghaszontalanabb katona a Pekka. Nos, a Pekkának 380 sebzése van, 4500 élete, 45.000 elixírbe kerül. Minden a kedvence egyszerre egy dolgot tud ütni a kardjával. Földi 25 helyet foglalt, 45 perc még elkészül, és iszonyatosan lassú, és igazán volt csaj. Szóval hülye, néha. Jó, ez azért kicsit túlzás, de a Pekka tényleg hülye tud lenni, nem azért, mert csaj. Szóval, Pekkát mikor használják egyszer, egyetlen egyféle stratégiában, a Go Vibe-ban, ami két csillagra tökéletes, néha be lehet mákkolnia vele a hármat, de Horref például, TH9, maxos, nincs pekkája, tud három csillagozni, tökéletes. Nem kell a pekkát, kihagyhatjátok az életetekből. Szerintem az a baj, hogy lesz Go Vibe-os videó, mert létezik ez a stratégia. De én ezt nem ajánlom. Nem, a pekkát nem ajánlom. TH10-nél is elterjedt régebben a Go Vibe, de a mazg, tehát hogy több gólemet viszel a hősökkel, az sokkal jobb, mint a Go Vibe, mert a pekka az buta. Buta, viszont TH8-nál ugye elixir túltengésben szokott szenvedni az ember, hogyha már nem tudtak más fejleszni, akkor fejleszthetitek, ugye, de amúgy meg annyira nem ajánlom. Szóval, Dark Elixir-es katonák. Na, kezdjük az elsővel a Minion.
ami nagyon-nagyon sok játékban, filmben előfordul, ugye a Gru-ban, a LoL-ban, a minden ilyen MOBA játékban, mint a LoL, meg például a Gru-ban, most több nem jut eszembe, de egy csomó más játékban is van. Szóval a Minion szerintem elérhető már 7-es szinten is. Szerintem sajnos a játék egyik leghaszontalanabb katonája lett, ugyanis már nem nagyon van olyan stratégia, ahol tudna mit csinálni. Ugyanis Minion Town Hall 7-nél elérhető, Town Hall 7-nél minek használjuk? Town Hall 8-nál minek használjuk? Town Hall 9-nél minek? 10-nél minek? 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 Két dologra jó igazándiból. Nem teszem be a stratégia neve, de hogy Barcs plusz Minionok. Mi Barcs? Nem tudom, mi a stratégiának a neve. Szóval... tehát, hogy balbára kártsák és mögé a minionok, néha tud segíteni pár minion, de így magába nem nagy dolog. És régen a Level Unionhoz kellett minion, ugye ott az a két csillagra ment, most már nem elterjedt ez a stratégia. Valamint tisztításra és farmolásra egy picit jó, ugye egy légi egység, kettő helyet foglal, 45 másodperc, gyors, földi légit is tud lőni egyszer egyet. Bármi a kedvence, 11 Dark Elixirbe kerül, ugye ezek már a Dark Elixir-es katonák, a Dark Barakból érhető el. Town Hall 7-től van ugye Dark Barak, 84 élete van és 54-et sebez a 6-os szintű. Következő dolog, a másik egyik kedvenc katonám, a Hogrider, aminek most hozták ki a 6-os szintjét Town Hall 10-től elérhető, és ez egy jó cucc, ugyanis Town Hall 7-től érhető el a Hogrider, Town Hall 7-en senki nem használja, Town Hall 8-an egyszerűen imádom, Town Hall 9-en szintén imádom, viszont fölötte az Infernók miatt már annyira nem használják, csak az ilyen Art of War meg ilyen háromcsillagozós profikánok, abban meg olyanok meg nem valószínűleg, hogy nézni fogják ezt a videót, szóval... Na mindegy. Szóval a Hogrider a háromcsillagozás alapja, ugyanis a Gohognál például, vagy a Maszhognál, szóval a háromcsillagozós katona. Csak a védekezettségekre megy, egy dolgot üt, a föld a kedvence, öt helyet foglal, két percünk elkészül, és viszonylag gyors. És a legfontosabb, egy disznó nül, és a disznó köztudott, hogy át tudja ugorni a falat. Ezért át is ugorja a falat. 65 Dark Elixirbe kerül a 5-ös szintű, 475 élete van, és 105 sebez darabja, a legfontosabb kelléke a Heal Spell. Ennyit kell tudni nagyjából a Hogriderről, én imádom, Town Hall 7-en nem, Town Hall 8-9-en egyszerűen fantasztikus katona, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, igazából. Jaj. Nos, a Walker. A Walkert most változtatták meg, és nagyon-nagyon sokáig ez volt az a katona, amit senki nem használt és senki nem szeretett, mert miért? Igazán ez egy csajszí, 8 helyet foglal, 8 percünk elkészül, 24-es gyorsasága, csak földi tud támadni, minden a kedvence, viszont területi sebzése van úgy, hogy megfogja ezt a baltát, és bemegy az épületek közé, és elkezd forogni. És az épületek között forog, és minden körbe sebez, szóval jó cucc igazándiból, csak tudni kell használni, Town Hall 8-on is van Govahó, tehát, hogy... Golem Walker, Hogrider nagyon-nagyon-nagyon OP tud lenni, ott ugye kettes Walker érhető el, valamint elérhető Town Hall 9-en a 4-es szintű, ami nekem most van, én fejlesztem 5-ösre, ugyanis az 5-ös iszonyatosan erős, és 2-3 csillagozáshoz, 2 és 3 csillagozáshoz is működhet. Annyira jó lett most. Szóval Town Hall 9-en, és a Govahó a 3 csillagozáshoz van, hogyha... van valami, amit le kell szedni, és középen sok minden van, beküldöd a Walkeröket, jó, nem kell olyan sokra gondolni, ez is egy kellék katona igazából, nem egy egész sereget állítunk össze a Walkerökből, hanem egy pár darabra van szükségünk, viszont azok gyaláznak, és nagyon jók tudnak lenni, szóval igazából ez is szintén a három csillagozáshoz, TH9-en, TH8-en és TH10-en pedig meg fölötte is inkább a kettőhöz jó lesz, de majd meglátjuk, még ez nem alakult ki annyira. Nos, és jön a Golem, ami Town Hall 9 és fölötte az egyik legfontosabb katona, és ha nem 5-ös a Golemed, akkor szívod. Jó, 9-en nem is lehet 5-ös a Golemed, szóval tök mindegy. Town Hall 8-an is Go Vibe alapja, ne használjátok Go Vibe-ot. Gohog alapja, inkább sima Hogot használjátok, Gohogot ritkábban.
De TH84 nem, TH9-en viszont mindenféle stratégiához kell gólem. Szóval a gólemet fejlesztitek, fejlesztitek, fejlesztitek. TH80 jó, ha kettesre fejlesztitek már. A gólem ugye az a tankoló egység, ami 30 helyet foglal, ám de 6300 élete van, és ha felrobban, meghal, akkor kettő gólemájt a spawnol maga mellé, aminek darabja 1260 élete van. Szóval 1260 kétszer, ez mondjuk 2500, meg elrontottam, 2500 meg 6300, tehát közel 9000 élete van összesen, ami rettenetesen sok. 750 Dark Elixirbe kerül, nagyon nem sebez sokat. Szóval emögé mindenféleképpen kell olyan katona, ami sokat sebez, például Wizard, például Archer Queen, például ennyi, vagy Bowler esetleg, ugye ez most az új katona, majd meglátjuk. És 45 perc még elkészül, azért az eléggé sok, viszont nagyon-nagyon kulcsfontosságú a Clan War, megint ez is egy Clan War katona, Clan Warhoz. Ugye két csillaghoz Go Wipe, ne használjátok Go Wipe-ot, Mass Golemhez fontos, azt használhatjátok. Gohog, Golava, Govahó, minden három csillagozás stratégiához kell a Golem. Szóval ennyit a Golemről, és hát a Witch, aminek elérhető volt a 3-as, elérhető, illetve most is elérhető a 3-as szintje, Tánhol 11-től, és iszonyatosan erős volt, annyira erős volt, hogy az emberek 20 Witch-sel úgy háromcsillagozták a maxos TH11-eket, hogy csak na, úgyhogy elérkezett a nerf ideje, sajnos, úgyhogy most úgy nerfelték a Witch-eket, ami beteg. Egyrészt új szintű mortár, rossz a Witch-eknek, erősebb Wizard Tower-ök, rossz a Witch-eknek, plusz a csontvázak nem robbantják be a trappeket. Tehát van egy Giant Bomb, csontváz átfut rajta, nem robban be, és mibe fog belerobbanni? A Witch-be. Boom, meghal. Ennyi, vége. Szóval igazániból sajnos értelmét vesztette nagyjából a Witch. Viszont Townhall 11-en a két csillagozáshoz jó tud lenni. De tárgyalának kell, mit beszélek? Townhall 11-en. Townhall 9-re elérhető, ahol igazániból a Hogo Vivihez szokták vinni, hogy a Gem Bombokat a skeletonok berobbantsák. Ez off, mert ugye nem fogják berobbantani. GoVV, hát már senki nem használ GoVV TH9-en, TH10-en se, TH11-en maradt két csillagozós katona. És mit is tud igazániból a Witch, aki nem ismerné? 30-at sebez maga a Witch, de nem a maga a Witch a fontos a Witchben, azt meglátjátok, tehát boszorkányban, nem a boszorkány fontos. 350 Dark Elixirbe kerül, 8 darab csontvázat tud egyszerre életben tartani, tehát a földből kihúzza a csontvázakat és küldi előre, ezért is fontos, egy Witch-sel semmit nem érsz, viszont ilyen 15 Witch pedig már sok, szóval ezt támol 11-hez mondom leginkább, de arra majd úgyis lesz Witch-es videó. 20 percbe kerül, 12 helyet foglal, a földi légit is tud lőni ugye maga a Witch, a csontvázak nem, és viszonylag lassú katona, itt menéck a csontvázat, 25 sebez a csonti, 30 élete van. És ugye láthatjátok, hogy egy Witch egyszerűen 8 csontvázat tud létrehozni, 2-es, a 3-as, azt szerintem 10. Nos, következik a Lava Hound. A Lava Hound, ugye egy légi katona, aminek a kedvenc targetje, tehát a kedvenc ellenfele az Air Defense, tehát a légvédelem. És igazából ez eléggé kamikáze katona, hogy őszinte legyek, tehát általában az TH9-től elérhető, ugye a három csillagozáshoz hivatott katona. Tehát, és mivel használjuk balónokkal, TH9-en szerintem 2-es Levehound-dal és 6-os balunnal, valamint normális hősökkel már tök jól lehet három csillagozni. Nem mondom, hogy egyszerűen, de lehet. És ugye bemegy az Air Defense-re, és ugye tankol, ez igazániból egy légi gólem, csak ott a balónoknak tankol, de nagyon-nagyon-nagyon fontos katona. És ez is, ha felrobban, akkor nem Golemáj, nem levamájtokat spónol, hanem levapapokat, amit mindjárt is mutatok, aminek 35 sebez, 50 élete van, és sokat spónol belőle, 12-t, tehát hogy felrobban is minden irányba levő levapap, ami közben igazániból a tisztításban tudnak nagyon-nagyon nagy szerepet ellátni. Itt is látjátok, 6700 élete van, elég sok, még kevesebbet sebez, mint a Golem 14-et, még egy Archer is többet sebez nála, minden többet sebez nála. 510 elixir, 12 Levehound,
Na, 12 level papot spawnol, bocsánat. Air Defense-re megy egyszer egy dolgot tud ütni, csak földit tud sebezni, ez most új dolog. A lava papok tudnak légit sebezni, soha no para. 30 helyet foglal, 45 perc és 20-szal megy. És így nagyjából ennyit a Levehundról. És az új katona, a bowlingos bowler, aminek három szintje elérhető, és még mindig nem jöttek rá az emberek, hogy mire a francra is jó ez a cucc. Mert igazániból az tudja, hogy eldobja ezt a követ, és nem csak azt az épületet sebzel, ami mögötte is van. Hát még nem nagyon, tehát a kétcsillagozáshoz lesz jó, ez biztos. Szintén Clan Warban farmoláshoz 130 Dark Elixir-es katonát nem ajánlok. Főleg, hogy egyel sokra nem mész. Szóval igazából meg a funnelhez jó, tehát ahogy megadjuk a katonáknak az irányt. Itt most valahova itt volt, na. Annyira jó, hogy nem nyitja meg a Chrome-ot, király. Ja, de meg van nyitva. Na mindegy, én vagyok béna. Szóval a funnelhez tud jó lenni igazándiból ez a katona, mert ugye ha valami előtte tankol, szintén ez olyan, mint a Wizard, hogy önmagában nem ér sokat, hát, hogyha ilyen támogató katona, akkor annak jó tud lenni, főleg a kétcsillagozáshoz maximum. Szóval, 65-öt sebez, ugye az egyes szintű, még egyik karakteremen sincsen, 320 élete van, 130 dark, mindent szeret, terület és ez is van annyira az a golyónak, amit eldob, viszont csak földi, 8 hely, 8 perc, 14 a söbzése. És hát majd nem tudom, majd meglátjuk, hogy mire tudjuk használni. Igazániból jöhetnek a spellek, amiből szintén elixíres és dark elixíres van, ez egy hosszú videó lesz, de nem baj. Most már, hogyha elkezdtük, akkor most már be is fejezzük igazániból. Szerintem fölösleges kettő különböző videót csinálni ezekről, ugyanis most ez jó lesz egy videóban. Na mindegy, szóval 5 darab spell érhető el a játékban. Az első a lightning spell, ami nagyon-nagyon kis szinten érhető el. Általában az emberek arra szokták használni, hogy air defense-et szedjenek le, vagy valamilyen védekező egységet. Erről viszont tudni kell, hogy mennyi kell vele. Ezt igazániból ahol minden felhasználásánál mondom, hogy hogyan kell, mire használható. A játék elején most van egy lightning spell-et, ledobod, hát sokra nem mész vele. Néha, de jó tud lenni air defense-ek leszedésére, nagyon jó infernók leszedésére, mindenféle különböző esetekben tényleg jó tud lenni. Úgyhogy nem egy rossz dolog, viszont nem egy olyan dolog, amit elsőnek kéne fejleszteni. Maxos 571 sebez és 26000 elixir, és ugye kettő helyet foglal. Ugye 11 helyünk van, a normál elixir spellek kettőt, a dark spellek egyet foglalnak. Szóval a következő spellünk, tehát varázsigénk, vagy hívjátok úgy, ahogy akarjátok, a heal spell, ami igazániból a hogok kelléke, szóval leginkább a hogokhoz szokás használni, ugyanis összesen 1600-at hílel, 24000 elixirbe kerül, és ugye nem csak egy dolgot hílel, hanem többet is, szintén két helyet foglal, 20 perc, most már az összes spell, földit és légit is tud hílelni. Hát erre jó a heal spell. És hasznos, fejleszétek, főleg, hogyha hogozni akartok. Következő spellünk a rage spell, ami szerintem a leghasználtabb spell a játékban. Ez az a furcsa, hogy még mindig csak 5-ös szint van belőle, ami szerintem, igen, Townhall 8-an ki tudjuk maxolni, és Townhall 8-as spellel megyünk TL11-en is, szóval szerintem nem tudom mennyire a közeljövőben, de lesz 6-os szintű rétspell, egyelőre még nincs, de majd lesz talán. És igazából mit is tud ez a katona, mit is tud ez a spell? Szóval bármilyen egység, ami benne van, 170-szeres sebzése van, tehát hogy ha valaki nem értené, ez mit jelent, van egy katonának 10 sebzése, az 100%. És hogyha az 5-ös részben van benne, akkor 17-et sebez. Ilyen egyszerű, és 28-al gyorsabb lesz a gyorsasága, tehát van olyan egység, ami 12-vel mozog, plusz 28, már is 40-es, ez igazából nem tudom pontosan ezek a számok mit jelentenek, de hogy így nagyjából, hogy láthatjuk, hogy sokkal gyorsabbak lesznek a katonák, 33000 elixirbe kerül, ez is több dolgot tud effektálni,
egyszer, ez most elég hülye szó, és szintén földit légit, igazániból mindenféle variációban használják. Balónokhoz nagyon fontos, góvájáknál is fontos, kétcsillagozáshoz font. Igazániból a hogrideres atakokon kívül szinte minden ataknál használják. Szóval nagyon-nagyon fontos fejleszteni a raid spellet. Jump spell. A hármas jump spell bizony 60 másodpercig biztosítja számunkra azt, hogy át tudnak a katonák ugorni a falon. Ugye a kettes csak 40 másodpercig, ami szintén sok, az egyes 20 másodperc, az kevés. Ugye ez bárhány katonát tud ugrani, és 20 perc és földi targetekre ér, hát ugye hog és balloonhoz nem éri megvinni, de mondjuk gohokhoz, a gólemes killsquadhoz szokták vinni, kétcsillagozásokhoz szokták vinni, és ugyanis hiába viszel wallbreakereket, mondjuk az első résznyi falat még be tudod robbantani, de a bázis közepében, amikor ott vagy középen az egységeiddel, és be akarsz futni a town hallig, akkor oda bizony a wallbreakerek egy, biztos nem oda fognak menni, kettő, 5 milliárd egység szét, 5 milliárd védekező egység szét fogja őket lőni, szóval oda vagy jump spell, vagy földrengés spell kell. Ezt majd meglátjuk. Igazából a jump spell két helyet foglal, a földrengésből pedig összesen 4 darab kell, hogyha szeretnénk használni. Nos, free spell az egyik legfontosabb TH10-es, 11-es spell, viszont TH9-en is elérhet az 1-es szinten. Hogy ezt miért kellett berakniuk, ezt őszintén nem értem. Viszont 1-es free spell semmit nem ér. Tehát, hogy Town Hall 10 az egyik legfontosabb dolog, amit fejlesztetek. Az, hogy lemerül a telefonom. Nem fogsz lemerülni, mindjárt felrakom töltőre. Szóval, tehát hogy a free spell 1-esen nagyon nem jó, 5-ösön 8 másodperces fizelés biztosít számunkra, ami már jó. És 35.000 elixir, több dolgot is tud fizelni, a CC katonákat is. Viszont legfőképpen infernók frizelésére szokták használni. Szinte csak infernókat frizelnek vele, vagy a buták mindenféle kanonokat meg ilyeneket, de arra ne használjátok. Valamint néha a sasmortert szokás frizelni, és ugye föld és légi katonákat is, valamint védekező egységeket is tud frizelni. Nagyon-nagyon fontos spell TH10-től. Ennyit az elixíres spellekről, nézzük meg a dark elixíres spelleket, amiből 3 érhető el, és ugye ezt nem mondtam még eddig, de ahogy a barakokat, bármelyik barakokat, valamint a spell faktorokat fejleszted, ugye úgy érhetőek el a következő spellek. Szóval az egyes dark spell faktoriban, ami Town Hall 8-on elérhető már, az kettes is amúgy, a poison spell érhető el, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, viszont két dolog ellen jó. A enemy CC katonák, amiket meg kell ölni általában minden támadásban, vagy ugye a bázis támadás közben rádobjuk és úgy megöljük őket, valamint a csontvázak ellen, de ennyi. Viszont ezek nagyon-nagyon meg tudják zavarni a támadásokat, szóval ezeket meg kell ölni. Viszont most már az nem működik az a csel, hogy fogod, kicsillogatod a CC-t, rádobsz egy poison spell-t és azok ott végignézik, ahogy meghalnak, nem, most már kimennek belőle. Szóval most egy kicsit jobban kell stratégiázni, viszont nagyon-nagyon fontos a poison spell. Max sebzés per másodperc 180, és azt kell tudni róla, hogy úgy működik, mint a single target inferno, szóval az elején keveset sebez, és egyre többet, és lassítja az egységeket, 38%-kal belassítja őket, és 50%-kal kevesebbet sebeznek, ami sok. 140 Dark Elixir, ugye több, tehát ugye a range-én belüli összes dolggal csinálja ezt, és egy spell helyet foglal, 10 perc, földi légi. Fontos spell. Szóval a következő spell a földrengés. Ez egy nagyon érdekes spell, kétféle felhasználása van. Az egyik az air defense-ek, valamint infernók épp, tehát igen, leginkább air defense-ek és infernók leszedésére, lightning spell, valamint általában egy földrengés. És ez az egyik féle felhasználása, valamint a négy földrengés. Négy, azt kell tudni róla, hogy négy darab egyes szintű földrengés bármilyen szintű falat le tudsz szedni. Szóval, hogyha négy darab földrengés szépen ráraksz egy falra, akkor az akármilyen szintű leszedi. Szóval ez a két felhasználási módja van magának a földrengésnek, és láthatjátok, hogy target épületek és falak egységekre, hősökre nem sebez, és nagyon érdekes, tehát nem úgy van, mint a Lightning Spell, mit tudom én, 567-et sebez, hanem itt az épület százalékot sebez, tehát összesen 20%-ot sebez az egyes földrengés az épület, vagy a hármas földrengés az épületből, és
úgy van, hogy nem, tehát hogy ez valami ritmus, tehát hogy valami algoritmus alapján van, tehát hogy láthatjátok, hogy 21-et sebez a földrengés, viszont tegyük fel, rádunk valamire egy földrengés, ez a falaknál másképp van, de hogy rádunk egy tánhol, valami nem tánhol, egy épületre, aminek 1000 élete van, egy földrengés, hogy lemegy 21%-a, viszont ha rádunk 4-et, akkor olyan, mintha 84%-ot vettünk volna el az életéből, viszont nem. Ha rádobsz egy földrengést, levette a 21%-át az életét. Oké, okay. Rádobod a másodikat, a maradék életéből annyi százalékát fogja levenni, szóval ne próbáljátok meg azt, hogy rádobtok 10 darab földrengést a támor, és akkor jaj, csillag, GG, easy, ez nem működik. Szóval, igazán ennyit a földrengésről. Pontos, tehát, hogy most ezt felmerülhet bennetek az a kérdés, hogy mi a különbség a jump spell és a négy földrengés között. Igazániból a négy földrengés ugye a temlesi végéig ott lesz az a lyuk, amit felrobbant. Igazániból, és a katonák teljesen másképp viselkednek a földrengés alatt, mint jump spell alatt. Ugyanis ott megnyílik az egész pálya, megnyílik minden, a csillagos ég a jump spell, nem a jump spell, hanem a földrengés. Szóval kicsit másképp viselkednek a katonák, ezért legfontosabb, nem, hiszpell nem. Nos, haste spell. Igazániból a haste spell gyorsítós. Tehát, hogy felgyorsítja a katonákat 46-tal, viszont nem növeli a sebzésüket, 25 másodpercig van életben ez a spell, ami, az most így nem gondolkoztam erre rajta, de sok. 95 elixir területi dolgokra hat, illetve nem területi, hanem egyszerre több dologra is hat, egy spell hely, földi légi és 10 perc. Nos, vannak olyan butuskák, akik nem tudom, go wipe-hoz szokták ezt használni, nem, annak nincs értelme, akkor vigyetek raid spellt. Szóval leginkább balónokhoz szokták használni, és a három csillagozáshoz, ugyanis a balónok lassuk, és hát általában, hogyha a balonokat egy helyről küldöd, akkor azokat a vizáltával meggyilkolja, viszont hogyha több helyről küldöd, akkor pedig nem rakhatsz rá egy récpellet az összes, ugyanis a récpellet nem olyan nagy a hatósuggal, hogy az egész pályát lefedje mondjuk, szóval hogyha leraksz egy récpellet, akkor nem fog belérni az összes lufi. Éppen ezért jó a hészpell, ami begyorsítja őket, és bemennek középre, ahol a récpell van, viszont nem váltja ki a récpellet, tehát attól még nem lesz több sebzésük, de egy nagyon-nagyon fontos kellék tud lenni, és az is a balonos temlősökhoz. És itt van két coming soon felirat, tehát az a nem sokára, és picit hosszúra sikeredett, de szerintem nagyjából jól elsikerült mondanom mindent, amit szerettem volna. Remélem, hogy tudtam segíteni, és élveztétek ezt a videót. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. Sziasztok! Everybody's wrong, rewrote the song. Thoughts become action, tell me what's happening. What's your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around.